Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek! Már a Computex-en beszéltem nektek egy külön videóban a Kingston UV500-ról, azonban most meg is érkezett hozzánk a vállalat olcsó, hardveresen titkosított SSD-je. A hardveres titkosításnak rengeteg előnye van, akár otthoni, de főleg vállalati környezetben, és a biztonság mellett rengeteg időt is meg lehet velük spórolni, már is mondom, hogy miért. Hozzánk egy 2,5 hüvelykes SATA változat érkezett, de kapható M-SATA, illetve M.2-es csatolóval is. A kapacitás mindegyik esetben 120 GB-ról indul, és tart egészen M-SATA-nál 480 GB-ig, M.2-nél 960 GB-ig, SATA-nál viszont 1920 GB-ig, mindegyikre jellemző a már korábban említett hardveres titkosítás. Közös jellemző továbbá mindegyik UV500-as SSD-nél, hogy a memória az 64 rétegű 3D TLC NAND, ellentétben ugyebár a Samsung SSD-ivel, ahol inkább MLC-t használnak. A két technológia közötti alapvető eltérés, hogy a cellákban az MLC esetében 2 bitet lehet tárolni, addig a TLC-nél 3 bitet. Ennek vannak pozitív és negatív hatásai is. Pozitív, hogy így egységnyi helyen TLC-vel nagyobb kapacitás érhető el, hátrány pedig, hogy igaz, hogy mikroszekundumokban mérve, de lassabb az olvasási-írási sebesség, és hamarabb elhasználódhatnak a cellák. Az UV500 egy Marvel 88 SS1074-es vezérlőt kapott, illetve 256 bites AES titkosítást és TCG OPAL 2.0-át is támogat, utóbbi olyan tulajdonságokkal rendelkezik, ami növeli a titkosított SSD-k stabilitását, teljesítményét és az élettartamot is. Na de miért is jó a hardveres titkosítás? Nos, ennek előnye a szoftveressel szemben, hogyha te megvásárolsz egy titkosító programot, legyen az akár egy Vive, egy WinMagic vagy egy McAfee, akkor ennek segítségével a titkosítási folyamat mindössze pár másodpercet vesz igénybe. Szoftveres megoldásnál ez több óra vagy akár fél nap is lehet, ami főleg vállalati környezetben hát nem túl előnyös. Nem mehetünk el amellett a nemrég napvilágot látott tény mellett sem, hogy a hardveresen titkosított SSD-k bizony sebezhetők. Samsung és Crucial SSD-ket teszteltek szakértők, és sebezhetőség szempontjából sok közülük meg is bukott. Ezek a tesztek nem említik a Kingston meghajtóit, ezért megkérdeztük a gyártó képviselőit, hogy érintett-e az ügyben az UV500, azt a választ kaptuk, hogy letesztelték, és a Kingston UV500 nem érintett, így módon nem sebezhető. Az érintett titkosított SSD-k esetében is viszonylag jó hír, hogy távolról nem lehet hozzáférni, tehát helyi fizikai kapcsolatra van szükség a sebezhetőséghez, illetve elég komoly szakértelem is kell hozzá. Az UV500 titkosítási funkcióját sajnos nem tudtam kipróbálni, tesztelni, ugyanis nincsen hozzá szoftverem, illetve a BitLocker még nem támogatott, de hogyha te egy olyan otthoni vagy vállalati felhasználó vagy, akinek fontos az SSD-n tárolt adatok védelme és hogy ne kerüljenek az adatok illetéktelen kezekbe, akkor ez az SSD biztosítani fogja a titkosítás gyors folyamatát. A hozzánk került 480 GB-os SATA változat maximum 520 MB olvasási és 500 MB írási sebességre képes, amit nagyjából a benchmark is alátámasztott, a szekvenciális írási és olvasási sebesség is 450 MB per szekundum fölött végzett. A gyakorlatban a sebesség nagyban függ attól, hogy mit tud a másik meghajtó, hisz például egy HDD és SSD között előbbi miatt jóval lassabb lehet az átvitel, nem lehet kihasználni a maximumot, de SSD és SSD között is van különbség. Egy Samsung T5-ről másolva kb. 300-350 MB per szekundum volt az átviteli sebesség, de a másolás közben volt, hogy 100-200 MB per szekundum környékére is lementünk. Fordított helyzetben, amikor a T5-re másoltam, az átvitel stabilan 250 MB per szekundum sebességgel történt. A Kingston UV500 nem a leggyorsabb SATA SSD jelenleg a piacon, viszont ahhoz képest, hogy hardveres titkosítást is támogat, nem marad le számottevően a versenytársakhoz képest. Hogyha egy HDD-ről telepíted át erre a Windows-t, akkor is látványos sebességnövekedést és boot időt tapasztalhatsz, de hogyha csak szimplán adattárolásra vagy mozgatásra használnád, akkor is korrekt teljesítményre képes, és mindig adott a lehetőség a hardveres titkosításra. Ez az SSD különösen vállalatoknak ajánlott, pont a titkosítás és a nem túlzó árazás miatt, de otthoni felhasználóknak is egy biztonságos megoldás lehet. A 120 GB-os SATA UV500 10.000 forintért már hazavihető, a hozzánk került 480 GB-os változat pedig nagyjából 28.000 forintba kerül, a Kingston mindegyik SSD-re 5 év garanciát vállal. Link a videó leírásában.
Ennyit szerettem volna ebben a videóban, ő lenne a Kingston UV500. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Laci voltam, legyetek jók, sziasztok!